nehéz a krumplinak a forróságban. Idén is megrendezték az országos és nemzetközi burgonyafajta bemutatót Gyulatanyán. Veszélyes csípések. A gyerekek alig 1%-át, a felnőtteknek pedig 3%-át érinti a méh- és darázsméreg allergia. Éremért lép ringbe. Csütörtökön boxol az elődöntőbe jutásért Kovács Richárd a párizsi olimpián. Milyen növényt éri meg termelni, és mit ne vessünk? Ilyen és ehhez hasonló elmélet és gyakorlati előadásokkal, valamint fajta bemutatókkal várták az érdeklődőket Gyulatanyán, ahol idén is megrendezték az országos és nemzetközi burgonya tanácskozást. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Az eseményen részt vett Nobilis Márton, élelmiszeriparért felelős államtitkár, aki azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az ország egyik éléskamrája a burgonya termelés szempontjából is. Augustin András, az esemény házigazdája szerint az év első felében elegendőnek tűnt a csapadék, de a nyár közepére ismét a szárassággal és a magas UV-sugárzással kell megküzdenie a burgonyának. Mozart, kamélia, szánred, libra, vagy ahogy a legtöbben hívják, krumpli. De amíg az avatatlan vásárlók csak az ár alapján választanak maguknak a különféle fajtákból, addig itt Gyulatanyán a burgonya szakértői találkoznak több mint 30 éve rendszeresen egymással, hogy megvitassák a magyar burgonya termesztés jelenét és jövőjét. A gyulatanyai kísérleti állomás úgy gondolom, hogy egy olyan kovászműhely, nyugodtan mondhatjuk azt, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, és nem csak a vármegyei, hanem úgy gondolom, hogy itt a térségi termelőknek egy nagyon komoly lehetőséget biztosít, nem csak a találkozásra, hanem a szakmai tapasztalatoknak a megosztására és a jó gyakorlatoknak a megosztására tudnak találkozni egymással a termelők, találkoznak azokkal a szakpolitikusokkal, szakemberekkel, akik úgy gondolom, hogy a döntéshozatalban nagyon komoly szerepet játszanak. És hát találkoznak azokkal a vállalkozásokkal, azokkal a cégekkel, akikkel lehet, hogy nap mint nap nem tudnak egyeztetni, és itt úgy gondolom, hogy találkozik sok minden, amely mind-mind segítséget nyújt ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a termelők előre tudjanak egyet lépni. Augustinyi András, az esemény egyik házigazdája szerint jól indult az idei év a burgonya termesztők számára, de a pozitív jóslatok nem valósultak meg teljesen. Közel 40 fajta burgonyát mutatunk be a látogatóknak. Hát sajnos ez az év nagyon jól indult, a tavasz kellő mennyiségű csapadékkal, de sajnos Gyulatanyán az elmúlt 7 hétben szinte semmi csapadék nem volt, ellenben a környéken esett az eső, illetve ezt az iszonyatos UV-sugárzást, illetve ezt a meleget ugye a burgonya nem tolerálja, ahhoz képest, ahogy így a szakemberek mégik, mikor felszedtük a mintákat, azt mondják, hogy nagyon meg vannak elégedve a fajtákkal. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke azt mondta, a gazdáknak és a kormányzati stratégiáknak közösen kell lépést tartania a klímaváltozás okozta kihívásokkal. Senki nem gondolta volna itt, hogy Magyarországon is eléri a hőmérséklet a 40 fokot, és ezek a burgonyák akkoriban érkeztek a 40 fok környékére, amikor már a lombozat lement, és most nagyon kíváncsiak vagyunk, meg én is érdeklődök majd itt, hogy mit tapasztalnak, hogy milyen hatás érhette a tárolás szempontjából ezeket a burgonyákat, amikor már a lombozat nem védte, úgymond, és ez a bakhát akár 60 fokra vagy a fölé is melegedhetett annak hatására, hogy nem védte semmi, ez egy új helyzet lehet, és akkor a kutatás megint egy új helyzetet teremt itt a klímaváltozás hatása, hogy viselkednek ezek a burgonyák akkor, amikor már beértek, és ott a talajba egy 60 fokos hőmérséklettel kell nekiek találkozni. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Az eseményen részt vett Nobilis Márton, élelmiszeriparért felelős államtitkár is, aki úgy fogalmazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg a burgonya termesztés szempontjából is az egyik éléskamrája Magyarországnak, és a kormány további pályázatokat írt ki június végén, amelyből a burgonya termesztők is profitálhatnak. Az előző Európai Uniós ciklusban 176 milliárd forintot fordítottunk kertészeti pályázatokra, és most írtunk ki egy újabb 50 milliárd forintos kertészeti pályázatot. Június 26-án került kiírásra ez a pályázat. Ezek a pályázatok azok, amik lehetőséget adnak arra a gazdáknak és a burgonyával foglalkozóknak egyaránt, hogy fejlesszenek újabb és újabb fejlesztéseket hajtsanak végre, és ezzel ezt a versenyképességünket növelni tudjuk.
Nobilis Márton hozzátette, a kormány célja, hogy növelje az ország önellátó képességét a burgonya termesztésben is, annál is inkább, mivel a burgonya a világon a harmadik legnépszerűbb növény, a búza és a kukorica után, Magyarországon pedig az elfogyasztott zöldségek közel egyharmadát a burgonya teszi ki. Magyarországon is gyakoribbak lesznek a tartós hőhullámok és az aszályos időszakok, az időjárási szélsőségeket az éghajlatváltozás okozza. Szomorú tendencia, hogy az idei július volt az egymás követő 13. olyan hónap, amikor a hőmérséklet melegebb volt, mint amit az év adott időszakában valaha is regisztráltak a világon. Jégeső, szél és homokvihar, villámárvizek, extrém hőség és szárasság. Mára egyre gyakoribbak ezek az időjárási szélsőségek. A klímakutatók évtizedek óta figyelmeztetnek többek között arra, hogy a klímaváltozás miatt több és egyre intenzívebb ilyen időjárási eseménnyel számolhatunk. A szakemberek szerint az is egyértelmű, hogy a jelenkori éghajlatváltozás az emberi tevékenység számlájára írható. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése ugyanis kevesebb, mint 150 év alatt jelentős mértékben felgyorsította a globális felmelegedést. Az egyik nagyon fontos tényező az a globális átlaghőmérsékletnek az emelkedése, és ez éppen a napokban, tehát július 22-én döntött egy rekordot, amikor már 17 Celsius fok fölé emelkedett a Földnek a globális átlaghőmérséklete. Ez már több mint 2 Celsius fokkal magasabb, mint az iparosodást megelőző időszak, tehát az 1850 és 1900 közötti időszaknak az átlaga. És valóban egy rendkívüli időszakot élünk, hiszen 2023 júniusa, tehát ugye tavaly június óta most már sorozatban minden hónapnak a középhőmérséklete rekordot dönt, tehát ez azt jelenti, hogy a mérések kezdete óta ilyen magas havi középhőmérsékletek nem fordultak elő, tehát most már sorozatban ugye 13 hónapja tart ez a rendkívül meleg időszak. Az éghajlatváltozásnak csak vesztesei vannak, a globális átlaghoz képest azonban Európában és azon belül Magyarországon is jelentősebb mértékben érezhető a hatása. Az átlaghőmérséklet emelkedése az egész ország területén megfigyelhető, és a jövőben is ezzel a tendenciával kell számolni. Talán a hőhullámok tekintetében az Alföldnek a déli területei, tehát Csongrád, Békés, Bács-Kiskun vármegyék, amelyek a leginkább kitettek, hiszen napjainkban is eleve már ezeken a területeken a legmagasabb a hőségnapoknak, forró napoknak a száma, és várható, hogy a jövőben is ezeken a területeken lesz megfigyelhető a legnagyobb növekedés. Ugyanakkor, hogyha a szélsőséges hozamú csapadékokat tekintjük, akkor pedig elsősorban a hegyvidéki területek, tehát északi középhegység, Dunántúli középhegység térsége, amely a leginkább veszélyeztetett, hiszen ott ugye a domborzati adottságok következtében ezek a kis hegyi patakok könnyen ki tudnak önteni, tehát villámárvizek tudnak keletkezni. Eddig 2023 volt globálisan a legmelegebb év, a melegedési tendencia pedig egyértelmű. Ami kérdéses, az ennek a mértéke, amiatt, hogy a jövőbeni gazdasági és társadalmi változások a kutatók számára sem ismertek. Emiatt léteznek optimista és pesszimista forgatókönyvek. Ha mindent megtesz az emberiség az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséért, akkor van esély, hogy a 21. század végére a 2 fokos globális átlaghőmérséklet emelkedést ne lépjük túl. Ezzel szemben a pesszimista forgatókönyv szerint 80 éven belül akár 4-5 fokos globális hőmérséklet emelkedéssel is számolhatunk, ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek az emberiség számára.
Gyorsulva terjed a szamár köhögés, már minden vármegyében van regisztrált beteg. Július közepén, a 29. héten 32 szamár köhögéses gyanús esetet regisztráltak Magyarországon, ami új rekordnak felel meg a heti jelentések tekintetében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből az is kiderül, hogy legújabban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is jelentettek esetet, így mostanra minden vármegyében hivatalosan is megjelent a fertőzés. A központ felhívja a figyelmet arra, hogy várandós kismamáknak javasolt az emlékeztető oltás, mert az az újszülöttet is védi, de a csecsemővel egy háztartásban élő családtagoknak és a csecsemő gondozásában résztvevőknek is érdemes beoltatniuk magukat. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, a vakcina elérhetőségét pedig folyamatosan monitorozza a hatóság. Megkeserítheti a nyaralást vagy a szabadban eltöltött időt a rovarcsípés. A méh vagy darás csípés életveszélyes állapotot is generálhat, így érdemes figyelni önmagunkra és gyermekeinkre is. Az ilyen esetekre kapható olyan eszköz, amivel elkerülhetőek a súlyosabb allergiás reakciók. A rovarok mérge olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően a nem allergiásoknál is kialakul a csípés helyén vörös vizenyű, erős fájdalom vagy viszketés. Ez az általános reakció órák vagy egy-két nap alatt oldódik, és jellemzően nem terjed tovább. Viszont ha a reakció erősebbé válik, és egyéb tünetek is jelentkeznek, érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni. A rovarcsípések közül pedig ugye elsősorban a darázsfélék, illetve a méh csípés az, ami problémát szokott okozni. Itt azt szeretném csak megjegyezni, hogy ugye attól, hogy valaki már többször csípett meg méh vagy darázs, és nem volt rá allergiás, az nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem lehet, mert ugye kialakulhat a szervezetben egy ilyen érzékenyé válás, tehát ilyen szenzibilizáció a méreganyagra, tehát a későbbiekben is előfordulhat, úgyhogy ha valaki a többedik csípés után észlel komolyabb tüneteket, nagyon kiterjedt bőrpírt, nagy területű ödémát, kipirosodást ott a csípés területén, főleg, hogyha ugye ez ilyen fej-nyaki régiót érint, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, akár mentő segítségével is. Nem allergiások esetében is lehet életveszélyes a méh csípés és a darás csípés. Ugyanis meghatározó, hogy hol van a csípés helye. A nyelv vagy a torok esetében a helyileg kialakuló duzzanat elzárhatja a légutat gégevizenyűt okozva, amellyel életveszélyes állapot léphet fel. Az ilyen állapotok megelőzésére természetesen van megoldás. Jobbára már az oktatási nevelési intézmények is rendelkeznek az életmentő eszközzel. Tehát akinek már volt súlyos allergiás reakciója, az házi orvos által, vagy allergológus által tud felirattatni egy ilyen bárki által beadható, gyakorlatilag egy ilyen adrenalin-szerű, egy mesterséges adrenalin készítményt, és ez gyakorlatilag teljesen egyszerű a használata, a comb bőrébe kell, tehát a comb területének a bőrére kell rányomni a magát ezt a fecskendőt, és akkor az beadja a megfelelő mennyiségű életmentő gyógyszert ilyenkor. Egyelőre olyan teszt nem létezik, ami már a csípést megelőzően kimutatná a rovarméreg allergiát, illetve azt, hogy a csípés esetén ki milyen tünetet fog produkálni, de nagyjából elmondható, hogy a gyerekek 0,4-0,8%-át, míg a felnőttek 3%-át érinti a méh vagy darázsméreg allergia. Kedden elindult a pótfelvételi eljárás, idén is több mint 8000 állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg az intézmények, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint állami ösztöndíjas képzések érhetőek el, többi között a pedagógus, a műszaki, a természettudományos, az informatikai és az orvos egészségtudományi képzési területeken. A pótfelvételi eljárásban az általános eljárásnak megfelelően elektronikusan a www.felvi.hu felületen lehet benyújtani a jelentkezést augusztus 7-éig. Hozzátették, azok jelentkezhetnek a pótfelvételiben, akik az idei általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek, vagy nem sikerült a felvételiük. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény valamely szakjára lehet jelentkezni. A felvételi döntés augusztus 29-én várható. Csaknem 40 éves sikeres szakmai munkáját ismerte el a vármegyei közgyűlés Kujbus Németsei Éva vármegyei főlevéltárosnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár igazgatója ugyan rövidesen nyugdíjba vonul, kutató munkáira azonban a jövőben is nagy hangsúlyt fektet.
Legújabban például az elhurcoltakról készít adatbázis többet magával egy országos program keretében. A pillanatok, amelyekkel egy szakmai életutat ismertek el, a Szent László ezüst emlékérmet Sesták Oszkár vármegyei közgyűlés elnöke adta át a múlt heti ülést nyitányaként Kujbusné Mecsei Éva vármegyei főlevéltárosnak. A vármegyei levéltár igazgatója csaknem 40 évnyi helytörténeti kutatómunka és több mint 15 évnyi vezetői tevékenység után vonul nyugdíjba. Kujbusné Mecsei Éva történelem tanárként kezdte Ófehértón, majd röviddel ezután került a megyei levéltárba. Pedagógus vénáit azonban ott is kamatoztatni tudta, mondta el 35 perc című műsorunkban. Galambos Sándor kollégámmal már a munka elején úgy gondoltuk, hogy nem csak az a fontos, hogy valamit mi felfedezzünk és közreadjunk, könyvben megjelentessünk, mert akkor még ez volt a lehetőség, hanem hogy próbáljuk megismertetni, és közművelődési és levéltárpedagógiai programokat szerveztünk, és olyan műsorokat csináltunk, olyan esteket csináltunk, levéltári estekre gondolok, olyan kis táborokat csináltunk, a Múzeumfaluban kaptunk erre lehetőséget gyereknapon, hogy megnyissuk a múlt táborát, hogy a gyerekekkel is megismertethessük a szépségét a történelemnek és az ember arcosságát. Kujbusné Mecsei Éva tevékenyen részt vett Nyíregyháza történelmének feltérképezésében. Fő kutatási területe a vármegye székhely újratelepítésének időszaka, benne a mezőváros birtokosainak, a károlyiaknak a története. Elvarázsolják az embert a források. Amikor elkezdünk foglalkozni egy 18-19. századi irattal, akkor az egy időutazás. És egészen más világ tárul fel előttünk, mint amit akár elképzelünk, olyan, mint egy regény, csak egy kicsit valóságosabb, hiszen ez az irat maga is a valóságot tükrözi. Nem csábította egyébként? Mert tudom, hogy van olyan kolléga, a Kovács Judit, akit ez el is vitte ebbe az irányba, nem is akármilyen szinten. Hát ahhoz olyan írói véna is kell, mint amilyen Kovács Juditnak van, hála Istennek, és általában megismerhetjük valóban a történelmet egy kicsit másképpen is. Én a hagyományosabb történetírás mellett maradtam, és leginkább arra törekedtünk, hogy azokat az írott forrásokat adjuk közre, azokat az iratokat, amelyek fontosak lehetnek a múlt megismerésébe és feltárásába. Ahogy Kujbusné Mecsei Éva fogalmazott, 20-30 évvel ezelőtt a levéltárak kimondottan zárt intézmények voltak, aztán viszont a digitalizáció által egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a lakosság a kutató munka iránt. Amiért be kellett jönni a levéltárba, és bizony 100 oldalt át kellett nézni, hogy megtaláljunk egy mondatot. Most a monitoron rákattintunk a keresőprogramba, és tessék, ott van, tehát sokkal gyorsabban lehet haladni, sokkal nagyobb perspektívába lehet nézni a történelmet, ami a levéltárosnak azért nagy kihívás, mert az adatokat be kell hozzá vinni, tehát ugyanúgy el kell olvasni minden forrás, csak át kell gondolni, hogy hogyan lehetne ezt a modern technika segítségével közelíteni. Elvinni azokhoz, akiknek eddig előadást tartottunk, vagy éppen könyvet írtunk. Bár igazgató már nem lesz, kutató munkáit a jövőben is folytatja Kujbusné Mecsei Éva, aki több országos programban is részt vesz. Legújabban például az elhurcoltakról készít adatbázis többet magával, de Nyíregyháza díszpolgáraként azt is kötelességének érzi, hogy tovább kutassa a város történelmét. Háromszoros világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes ellen boxol az éremért a párizsi olimpián csütörtökön Kovács Rihárd. A 63,5 kg-os nyíregyházi ökölvívó ellenfele a hazai szorító előnyét is élvező francia Sofiane Omiha lesz. Győzelemmel mutatkozott be az olimpián Kovács Rihárd, Nagy Lajos tanítványa, a tokiói ötkarikás játékokon bronzérmes ausztrál Harry Garside-ot verte egyhangú pontozással. A nyíregyházi boxoló a kezdeti tapogatózás után magabiztosan győzte le ellenfelét. Az edzőkkel megbeszéltünk egy taktikát, és ahhoz próbáltam igazodni. Az első menet felébe úgy éreztem, hogy egy picit enervált vagyok, de aztán sikerült fellazulni, és az én boxomat, tehát amit megbeszéltünk, hogy szépen megfogadni, kimozogni, minden összejött, és nagyon örülök neki. A második menet az már 5-0-ra az enyém volt, ugye az első a szüken, a másik ellenfélé volt.
Ugye már a harmadik menet, az már éreztem, hogy több találatom volt, és fel tudtam lazulni a ringbe, az én akaratom érvényesült. Nagy Lajos edző maximálisan elégedett volt tanítványa teljesítményével. Sikerült aránylag jól feltérképezni az ellenfelünket. Az ausztrál fiút úgy gondolom, hogy nem igazán okozott meglepetést, azt hozta, amit vártunk. Az első menet másfél-két percében még a Ricsi nem érzett annyira rá az ütemre, az ütőtávra, de az utolsó percben már nagyon jó működött, hatékony volt. Aztán második-harmadik menet az pedig teljesen tiszta a bíróknál is. Így egyhangú pontozás lett a vége, megérdemeltem. Talán még a harmadik menetet, aki nézte, az láthatta, hogy nagyon klasszis, nagyon-nagyon imponáló, magabiztos iskolaboxot mutatott be egy olimpiai bronzérmes versenyző ellen, egy jó képességű ellen, úgyhogy nagyon bizakodva várjuk a folytatást. Kovács Rihárd a biztos érmet jelentő elődöntőbe jutásért a háromszoros világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, francia, Sofián, Omiha ellen lép szorítóba. Az edző elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy tanítványa kezét emeljék a meccs végén a magasba. Mindenképpen az a hatékonyság, az a gyorsaság, az a lábmunka, amit a Ricsi be tud mutatni, az jól működhet a francia ellen is. Én úgy gondolom, hogy több vonalon fogunk készülni, 2-3 taktikát kidolgozunk, aztán ha kell, akkor Ricsi váltani tud. Nyilván itthon van, meg kell verni, nagyon meg kell verni, de nyomás alatt tartva bizonytalanná tenni, ugyanúgy, mint az ausztrál fiút, és az működhet. A Kovács Rihárd, Sofián Omiha könnyűsúlyi olimpiai negyeddöntő csütörtök délután 17 óra körüli időpontban kezdődik az Aréna Párizs Nordban. Ennyi fért a mai híradóba, jöjjenek főpírei még egyszer röviden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az ország egyik éléskamrája a burgonya termelés szempontjából is. Ezt mondta Nobilis Márton élelmiszeriparért felelős államtitkár Gyula Tanyán az idei országos és nemzetközi burgonya tanácskozáson. Az eseményen egyebek mellett arra keresték a válaszokat, hogy a jelenkor gazdasági és ökológiai kihívásaival szemben a hazai burgonya termesztők hogy őrizhetik meg versenyképességüket. Augustinyi András, az esemény házigazdája elmondta, a Gyula Tanyai burgonya ültetvényben súlyos károkat okozott az száj és az UV sugárzás. Jelentősen megszaporodtak a nyári szezonban a rovarcsípés okozta allergiás esetek. Európában a legtöbben a rovarok közül a méhek és darazsak mérgére allergiásak. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy ha valaki tudja magáról vagy hozzátartozójáról, hogy allergiás valamelyik rovarméregre, akkor mindig hordja magával első segélykészletét, amelyben adrenalin tartalmú autóinjekció van. Csütörtökön éremért lép szorítóba a párizsi olimpián Kovács Rihárd. A 63,5 kg-os nyíregyházi ökölvívó ellenfele a francia Sofián Omiha lesz. A 29 éves boxoló háromszoros világbajnoknak, Európa-bajnoknak és olimpiai ezüstérmesnek mondhatja magát. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 30-án kedden. Holnap is jelentkezünk természetesen friss hírekkel, és várjon Önöket a weboldalunk is, ha lemaradtak volna valamelyik tudósításról. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán a friss hajnalt követően ismét erősödik a nappali felmelegedés, derült, felhőtlen égbolt lesz jellemző, szikrázó napsütéssel és erős UV-sugárzással. A kánikula elsősorban délen és a Dunántúlon lesz erősebb, az északkeleti ország részben 29 és 32 fok körüli értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban.